Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit, elvonulásunk arra beszédén. A tíznapos nem egy hétvége, ezt mindenki tudja. Sokkal komolyabb a légkör, és szívet melengető volt hallgatni Enikő bevezetőjét, mert ott volt a fiú, aki tudattalanul is, de édesanyjától bizonyos mintázatokat jobban átvett, mint amennyire azt tudhatta volna bárki is, és ugye a hallgatása közben elmerengtem azon a tényen, hogy mondjuk 70 évvel ezelőttig ez a hagyomány szigorúan templomok kapuján belül, kolostorok kapuján belül gyakorolták, és talán, ha lehet így visszanézve valamit mondani, vártak arra, hogy egyszer csak kinyíljanak ezek a kapuk, és egész nyugatra elérjen az, amit több országban, legyen az Mahajána vagy Téraváda, a buddha tanításából, a pátriárkák tanításából felfogtak, gyakorolnak és megőriztek. És a koreai háború után kiderült, hogy ez a társadalom már sohasem lesz olyan, mint volt. Kiderült, hogy a világ oly mértékben egy globális faluvá vált, hogy nem lehet csak a templom falain belül tartani ezt, nem lehet csak szerzeteseknek és szerzetesnőknek delegálni a meditációt, ahogy azt hagyományosan szokták. És bizony a világiak is érdeklődnek, sőt, a világiak beépítik az életükbe a tant azért, hogy egy minőségébb életet éljenek, jobban nevelhessék a gyermekeiket, helyesebb döntés tartósabb kapcsolatuk legyen. Magyarul az élet minőségét javítjuk a tannal. Itt ez hozzáadódik a transzcendens értékekhez, melyek legmagasabbik a felébredés maga. A mahajána, mivel a világi gyakorlókat is tanítja és nagyon komolyan kiszolgálja a szellemi igényeiket, hozzájárul az élet minőségének a javításához. Ennek az ideál képe, hogyha nézed a nemes nyolcrét ősvényt, egy megvilágosodott társadalom. Tehát úgy élni az életet itt a Földön, hogy a lehető legkevesebb kabzsiság, harag és téves nézet szennyezze azt. És akkor lehet egy olyan világot és egy olyan életet, olyan társadalmat teremteni, ahol tényleg érdemes élni. Tényleg érdemes gyermeket a világra hozni. Tényleg érdemes hosszú távon a jövőbe gondolni, és esetleg több generációra tervezni előre. A manapság nem ezt látjuk. Azt látjuk, hogy legfeljebb pár éves táblatban gondolkodunk előre, nem tudjuk, hogy a gyermekek eljutnak-e a céljaikhoz, nem tudjuk, milyen világot fogunk élni 10-15 év múlva. Az igazi probléma az, hogy még nem használtuk föl kellőképp ezeket a tanokat, amelyek nem csak Koreából, Kínából, Japánból, hanem Tibetből, Nepálból és Indiából is ide származtak nyugatra. Ez a paradigmaváltás az egyik legerősebb változás a 20. század során. Tehát amilyen elképesztő pusztítást vitt végbe az emberiség az első világháborútól egészen mostanáig, és még nem fejeztük be, pontosan akkora változás volt a világlátásunkban, az életélményünkben, a másik ember képében számunkra. És az élet nem játék. Az élet rendkívül komoly dolog, mert így ebben a felállásban csak egy van belőle. Soha többet ezt a testet meg nem fogod kapni. Soha többet ezt az identitást nem fogod élni. Ha van is következő élet, az már egy más valakinek az élete lesz, gondosan a tudatküszöb alatt eltemetve ezt az identitást, mint a fagyűrűi a kéreg alatt. Tehát tessék megbecsülni, és nem eljátszani. Akármilyen fiatalnak érzed magad, nincs sok időnk. Tehát ahhoz, hogy te tényleg megismerd magad, a világod, a társadat, hogy családot alapíts, hogy felneveld a gyermekeidet, és esetleg boldog nagyszülő légy, erre ez a 70-80 év nagyon kevés, tele vagyunk tennivalóval. És az igazi kérdés az, hogy milyen tudatminőséggel tesszük mindezt. Ebben segíthet a zen és hasonló műfajok, ahol tényleg közvetlenül a tudatunkra irányulva egy olyasféle belátást nyerünk, amely kendőzetlen, töretlen, őszinte és minden sallangtól mentes. Ha helyesen gyakorlod a meditációt, stabilan, de legyengítés nélkül látod a karmádat, mint a tükörben. Nem zavar a rendszer. Nem zavar a magyarázat. Nincsenek szimbólumrétegek. Nincs interpretáció. Nincs címkézés. Nem számolod a karmát, és nem illesztesz rá különböző fogalmakat. Megmutatkozik úgy, ahogy van. A saját tudatfolyamod tükrében nézel, és ettől leszünk mások. Ettől változik az önképünk, a világképünk, és így a viszonyaink. Sokan kérdezik, hogy az úton milyen sebességgel haladhatunk. Pontosan olyan sebességgel, amilyen gyorsan és hajlandósággal elengeded a fixa ideáidat, a téves nézeteidet, az illúzióidat, és mindazt a terhet, amit eddig feleslegesen vittél, leteszed, és amit érdemes vinni, azt fölveszed. Mert anélkül nem megy. Mindegyik kötök látta a hotelit, a. Mahaján a buddhista világnak a Mikulását, akinek hatalmas hasa van, és néha süteti az árnyékos fa alatt, és rengeteg gyermek ottan körbejárja, néha még a fülébe is belekapaszkodnak, minden jóravaló való kínai étteremnek a bejáratánál ott van, és a hagyomány az, hogy megsimogatják a hasát, hogy jó szerencsét hozzon. Tehát minden hotei szobornak a hasa így fényes, mint hogyha épp a nap sütné. És az a hír járja, hogy a leg boldogabb szerzetes a világon, van egy hatalmas hátizsák, és abból ki nem fogynak az ajándékok, és minden gyermek kap egyet, és ezért a nyugat elnevezte a mahaján a Mikulásának. Igen, ám csak, hogy ő is gyakorló volt, mielőtt ilyen nagyon vidám, szerzetes papa lett volna, és egyszer egy elvonulás után jött lefelé a hegyről. És a hátizsákjában akkor még nem ajándékok voltak, hanem a felszerelés és egy fiatal szerzetes épp ment föl a hegyre, hogy a saját száznaposát elkezdje. És találkozott hoteljá, meghajol előtte, és azt mondja, ó, milyen szerencse, milyen jó karma, hogy egy nagyszerű szerzetessel itt találkoztam. Éppen elvonulást kezdek, kérlek, taníts, mit tegyek ez alatt a száz nap alatt. Hotel gondolkodás nélkül elengedte a zsákját, és egy hatalmasat puffant a földön. A szerzetes meglátta, megértette és mélységesen megköszönte a tanítást, majd ezt a kérdést tette fel. Nagy tiszteletű Hwasang, utána mi van? Hotei szó nélkül felvette a hátizsákját a vállára és lesétált át a hegyről. Mostanában azt tapasztalom, amit így nagyon jól megélni, hogy nálam okosabb tapasztalta emberek szabadságot, felelősséget és lehetőséget adnak a kezembe, de hozzáteszik azt is, hogy fiatal vagyok és türelmetlen, és hogy legyek önazonos. Na már most a kérdés az, hogy, hogy lehet tüdelmesebbnek lenni, illetve mikor tudja az ember, hogy mikor önazonos, és mikor látja saját magát is, nem csak a fának az árnyékát, hanem magát a fát is. Tedd fel még egyszer a kérdésedet. Látod, hogy milyen türelmetlen vagy? Ilyenkor a fa nagyon jó tanító. Viszont az önazonosság az egy másik fogalom. Itt, amit hallottál, bár nem ismerem azt a személyt, akitől hallottad, általában az európai fogalom az önazonosság esetében azt jelenti, hogy ismerd meg ezt a személyiséget, akit itt Ibolyának hívnak. Ismerd meg magadat, mint avatárt, mint személyiséget. Igen, ám, csak hogy ez a személyiség nagyon gyorsan és radikálisan tud változni. Tehát, hogyha visszamész öt évet, akkor egész másképp gondolkodtál, éreztél, cselekedtél, lehet, hogy még másképp is lélegeztél, másképp néztél ki, és ezért a Szív azt mondja, hogy a személyiség öt építő eleme, skanda, szanszkitul, ezek eredetileg üresek, magyarul nincs bennük semmi állandó, semmi örökké való vagy feltételtől mentes, vagy nincs befejezett tulajdonságod, el lehet venni belőle és hozzá lehet adni. És az öt skanda, az a forma, a test, érzés, érzékelés, akarat és tudatosság. Ha ezt így összerakod, ez változik. A maga alaptulajdonságaiban, mély szerkezetében meg kell ismerni. Vannak olyan tulajdonságaink, amelyek nagyon nehezen változnak, vagy lassan változnak. És így a nyugati önismeret az azt jelenti, hogy vedd birtokba a személyiségedet, ismerd meg a karmádat, amennyire csak tudod. Míg keleten, amikor arról van szó, hogy ismerd meg önmagad, az azt jelenti, hogy tapasztald meg ezt. Azt az igazi önvalót, amely látja ezt a személyiséget, de önmaga nem személy. Még csak nem is ember, csak benned emberként működik. És ez a tükörszerű tiszta tudat, ez nem jön és nem megy. Nem hal meg és nem születik meg. De a testesüléssel együtt, ahogy a lélek fölveszi az élet terhét, úgy belép ide, de nem azonos vele. Ahogy a tükröt beszerelik a fürdőszobába, és elé és éveken keresztül nézed magad benne, a tükör veled jön az életedbe, de sosem lesz azonos azzal, amit elé teszel. Most gondold el, hogyha bemennél este a tükör és még a reggeli képed ott lenne benne. Az azért nem lenne utolsó dolog. És hello, mi történt? Nem tudnád törölni azt, ami én reggel voltam? Tehát keleten az önvaló fogalma az teljesen más, mert nyugaton ez a közelmúltig nem volt közkeletű. Legfeljebb olyan szellemi vallási irányzatokban lehetett ennek a szikráját fölfedezni, mint mondjuk a panteizmus. Hogy mindenben van az isteni szikrából egy kicsike kis szikra. És még lehet egy pár, de ezt általában a gnosztikus, misztikus irányzatokhoz sorolták. Túl sok követők nem lehetett, mert a többségi kultúra nem nagyon ismerte el őket. Keleten ezzel nem volt probléma. Odáig eljuthattál, hogy a rendszer, például veszed a hindú rendszert, annak a tetején ott van az átmabrákman, a legfelsőn való. És még egy lépés, és ez már a felébredés, a moksa kellett, hogy magadban fölfedezd azt a buddha természetet, azt a felébredettet, amely tényleg közös mindegyikünkben. Ennek a megismerése az nem gondolkodás alapú. A gondolkodás elvisz a kapuig. De, ahogy a zen egyik példázata mondja, ha át akarsz jutni ezen a kapun, ne engedj a gondolatnak és akkor ráébredsz igazi valódra. Ezért csak tapasztalható, és nem gondolható el. Ehhez képest a nyugati önmegismerés az sokkal inkább az avatára, a személyre irányul, amiből, hogyha nem folyamatosan nézett pillanatról pillanatra, mondjuk évente veszel egy mintát, nagyon sok van. Hét évente minden sejt kicserélődik a szervezetben. Milyen gyorsan cserélődnek a gondolataid? az érzelmeid? Mi az, amit megtartasz belőle? Mi az, amiről azt gondolod, hogy te vagy? Mi az, amit tovább viszel? Mi az, amit elfogadsz másoktól és beépítesz magadba? Mi az, amitől nem vagy hajlandó megszabadulni vagy elengedni, akkor sem, hogyha a világ már üt sorozatosan ugyanazon a ponton, éveken, évtizedeken keresztül? Úgyhogy így megy ez, ezért mondták a karmát üresség természetűnek, mert szabadon teremtheted, megtarthatod és bonthatod le. Az önmegismerésnek mind a két szinten, a rendező és a színész, az önvaló és az avatár szintjén jelentősége van. Mind a kettőre szükség van. Jól látni a karmát és a darmát egyaránt. Az, ami személyes, ami közös, és ami a jelenségek fölött van egyaránt fontos. Úgyhogy egyik nagyon jó a nyugati szemlélet szerint, a másik nagyon jól megy a keleti szemlélet szerint, és a kettő egészséges fúziója az, ami szerintem előre viszi az embert az úton. Tehát keleten nem beszélnek a karmáról. Ott te, mint személy, nem vagy érdekes. Hogyha leülnek te veled, akkor persze az életed egyes aspektusai fontosak, de nem erre kíváncsiak. Arra kíváncsiak, hogy hogy haladsz az úton. Anélkül, hogy büszkeség, vagy uramatyám arrogancia fogna el téged, hogy te már mióta gyakorolsz. Általában nyugaton az ember személye az első. Mesélj magadról. Miért? Mit? Bizonyos helyzetekben kell, más helyzetekben pedig teljesen felesleges. És ezért nyugaton ugye az individuál pszichológia fejlődött ki először, és utána ment a társas, a családi a csoportos és a többi. Mind a kettőre szükség van, és a kettő közötti egyensúly teremtheti meg a középutat mindannyiunk számára. A bevezetőhöz kapcsolódik, hogy ugye egy nőtől, egy anyától hallottuk ezt a bevezetőt, és én azt hallottam egy női tanítótól, nem buddhista, hogy a meditáció az egy olyan szellemi út, ami nagyon is maszkulin. És, és közben a bevezetőben hallottuk az, hogy mi ez a value added, mik azok az értékek, amiket az életéhez hozzáadott a buddhizmus. Illetve én a saját életemben, amiben most vagyok, igazán de nagyon örülök neki, hogy hát ha eddig nem is, de most elkezdtem azt, hogy rend szabályok és egyhegyűség legyen benne, mert különben, hogyha ebben a yin feminin műnőségben maradnék, akkor vagy ellustulnék, vagy szétfolynának a mindennapjaim, vagy mindkettő, vagy, hogy amikor nagyon megengedő vagyok, akkor van bennem egy hatáltalanság, és akkor az egy ilyen 22-es csapdája, hogy nem áldás, hanem átokba megy át. Hogy akkor ez, ez hogy van, hogy ez most. Örömmel jelenthetem, hogy a meditációnak sem maszkulin, sem feminin minősége nincs. A meditáció belátás, tehát a tudat hullámzásának a megállítása, tiszta, tükörszerű természetének elérése, ez alapján belátás szerzése a karmádba. Ez az advaita Védántától kezdve a legkeményebb zenék mindenhol így van. Téraváda irányzatok, samata vipasszana, vagy éppen vipasszána, oké? Okay? Tehát ugyanaz az elv. Állítsd meg a tudatnak ezt az állandó hullámzását, hogy mondják a majom ne ugráljon fáról-fára újabb és újabb banán reményében. Álljon meg! Fordítsd az energiát befelé, és találd meg eredeti természetedet, engedd el az összes karmádat, és ez nem maszkulin vagy feminin, de ami addig a karmádban nagyon polarizált vagy egyoldalú volt, azután a az szépen kiegészül. Tehát aki gyönge, az megtanul erősnek lenni, aki erős megtanul gyöngédnek lenni. És itt megint csak nem használom a int vagy a yangot. Ahol rendetlenség volt utána rend lesz ahol nagyon rendes valaki, és túl szögletes, ez egy kicsit megtanul hajlékonyabb lenni, alkalmazkodóbb lenni, anélkül, hogy a rend elveszne. Ez a középút tanítása, anélkül, hogy az eredeti minőségek elvesznének. Nem tipizálnám, hogy most a nőkkel mi lesz a meditáció, hát meg a férfiakkal mi lesz. Az fog történni, aminek belül történnie kell, ahhoz, hogy haladj az úton semmi más. Elvállaltál egy realizációs praxist, már nem először, örülök, hogy több egyszerre vagy itt, és pontosan az fog történni, ami az eredeti szándékod szerint helyes. Még hogyha néha el is fedi a felhő az eget. Tehát néha az ember eljön ide, mert tényleg tetszett a darma beszéd, jó volt a bevezető, hallotta, hogy jó a kaja, hogy szép a természet, hogy lovak is vannak, lehet beszélgetni, elvonulás, előtt, meg után, és akkor jön, leül, és az első nap így ráömlik a saját moslékos vödre. És akkor valaki a fülébe súgja, hogy a zen nem elsődlegesen egy közérzetjavító foglalkozás. Ez egy felnőtt műfaj. És a felnőtt műfajban néha átélünk belső fájdalmakat, Néha zokogni tudnánk attól, amit magunkban látunk, és nem tudjuk elhinni, hogy még ez a karma is bennünk van, hogy még ezt is visszük. Úgyhogy eredeti szándékodnak megfelelően történik az egész. És a realizációs praxisban egészszé válunk, amellett, hogy a nők megtartják a saját polaritásukat, a férfiak szintén a saját polaritásukat. Úgyhogy kívánom, hogy mindenkiben legyen rend. De legyen alkalmazkodó képes is. Egyéb kérdés? Azt látom, hogy minél jobban halad az ember előre, annál nehezebb megtartani az alázatosságot, vagy egyáltalán meglelni. És az lenne a kérdésem, hogy ha valaki ö, nagyon felelősségteljes vezetői szerepbe kerül, akkor hogy tudja, tehát így a bizalmatlanság és az önbizalom közt. És a bizonytalanság is az önbizalom közt megállni az egyensúlyt, és hogy ne, ne essen át a, a ló oldalára, hogy tudjon alázatosan másokért téve működni, ego nélkül. Mennyit haladtál hát az úton? De ezt nem tudom. Akkor mi a fogalmad az alázatról és a többira? Nem tudom. Oké. Okay. Maradjunk meg a nem tudomban. Annyit még erről, hogy amikor legalábbis keleten pozíciót kapsz, vagy rangot kapsz, az sosem úgy történik, mint nyugaton. Nyugaton néha jelentkezel, hogy kedves tanító, én elérkezettnek látom az időt arra, késznek látom magamat arra, jó esélyt látok arra, hogy. Akkor azt mondják, hogy hm, adjál be egy motivációs önéletrajzot. Újra akkor megnézik, jó van, tessék. Ennyivel több felelősség, ennyivel több fizetés, szerbúz Keleten, főleg ebben a spiri iparákban, ha te bármi módon jelzed, hogy te késznek érzed magad, oly módon eltemetnek a semmibe, hogy évekig ott leszel. Vagy meglátják benned a lehetőséget, és szépen kiemelnek, és ezt te türelmesen alázattal elfogadod, és megköszönöd, már csak várni sem érdemes, tehát nem érdemes várni, hogy semmit teszed a dolgodat. Belül a minőségek mindenképpen gyarapszanak, hogyha helyesen gyakorolsz, és az karma függő, nem csak a tiéd, a környezeted karmája és milyen tanítóval dolgozó milyen szangában vagy, hogy ennek van-e külső látszatja, és hidd el nekem, hogy valamire való gyakorló nem vár külső elismerésre. És hogyha valamilyen módon pozíciót vagy felelősséget kap, akkor annál inkább szolgálnia kell. És ez nem szükségszerűen ilyen kis plüsmaci szerű látságot, meg kenyerekkelhetőséget, meg ilyesmit jelent. Egyet biztos nem jelent, hogy elkezdi verni a mellét, hogy az éntelenséget ő mennyire tudja. Az nem megy. Ezért kell nagyon óvatosan bánni a rangokkal és a pozíciókkal, mert mihelyt mondjuk egy tanító ráérez egy tanítványban az ambícióra, annál több szolgálatot ad neki, hogy e, még ezt is csináld meg. Miért? Mert akarod. Hát látom, hát akarod. Fejebb szeretné jutni? Hát akkor gyerünk! Még 30 kiló a hátizsákba. Tehát egész addig, amíg az én benne van, addig nem lehet fölemelni. És hogyha benne marad túl sok minden a saját egyéniségéből, ambíciójából, akkor valószínűleg meg fogja mérgezni azt a környezetet, ahol van. Mert hirtelen a saját önmegvalósítására használja fel a környezetet, és nem másoknak segít az úton haladni az általában gyenge személyiségeknél következik be. Ahol az önbizalom helyett önhítség van. Ahol a szolgálat helyett csak hamis megalázkodás vagy képmutatás van. Ezért kell önmagunkkal tisztában lenni és helyesen dönteni, hogy a magunk pozíciójából szolgálhassuk a többit. Tehát a hierarchia az elkerülhetetlen háromdimenziós tér, egydimenziós idő, egy rakás ami réteg, korcsoportok, nemek, családi állapotok. Mindenképpen valami rend kell. De hogy ez mennyire átjárható, mennyire szolgálja a többi résztvevőjét ennek a létnek, mennyire segít elérni a felébredést, ez az, ami döntő. Tehát vannak kiegyenlített társadalmak, amelyek nagyon demokratikusak, és elképesztően tudatosak az emberek, Emellett nem annyira szuperegoisták. Vannak hierarchikus társadalmak, ahol természetesen elnyomják a személyt, és mégis olyan egók vannak benne, hogy ez valami hihetetlen. Tehát sem a hierarchia, sem a demokrácia önmagában nem jelent belső minőséget. Ez egy külső forma. Oké? Okay? Amilyen tudatminőséggel töltöd meg, az olyan lesz. Honnan tudom, hogy helyesen gyakorlok-e? kevesebbet szenvedsz és szenvedhetsz. Ezáltal boldogabb leszel és boldogabbá tudsz tenni másokat. A buddha nem arról beszélt rögtön, hogy szeressük egymást gyerekek, mert erre alapvetően képtelenek vagyunk. Viselkedésformát föl lehet venni, de alapképítésben minden ember csak azt akarja megkapni, amit ő akar. Amit kíván. Mikor nem kapja meg, akkor dühös. Ha mást kap, akkor még dühösebb, hogyha tartósan nem ér a célját, akkor tartékzik. Innentől kezdve a belső munka az az, hogyha szenvedek, akkor mi a szenvedés ténye, oka, megszüntetés és a megszüntetés útja. Érdekes módon, hogyha a szenvedést elmozdítod, megszünteted, legalábbis kritikus határérték alá csökkented, megjelenik a boldogság, megjelenik a szeretet, ha elveszed a téves nézeteket, megjelenik a bölcsesség, elveszed az önző, kizsákmányoló érzelmi formákat, megjelenik az együttérzés. Ezeket nem kell külön tanítani, mert mint lehetőség bennünk vannak. Csak ki kell szabadítani a karmát börtönéből, az énség börtönéből. Tehát hogy hogyan kell helyesen gyakorolni és hogyan lehet helytelenül gyakorolni? Helytelenül gyakorolni az ilyen bajnokságot jelent, hogy én akarok a leg gyorsabb, a legtökéletesebb, a legfényesebb homlokú zengyakorló lenni, és mindenkinél gyorsabban elérni a megvilágosodást. Általában ezek az arcok pucolják a WC-t 20 évig a kolostorokban, mert ezt nagyon messze észre lehet venni. A világi társadalomban ez kicsit jobban elbújtatható. A helyes gyakorlás segíteni másokat. A helytelen gyakorlás az az, hogy csak nekem mi a hozadék. És az az érdekes, hogy a személyes karma letisztázása mások segítsége nélkül nem megy, és mások segítésével a személyes karmát is letisztázod. Ez oda-vissza működik. Négyféle nagy karma osztály van: egyéni, páros, családi és csoportos. Ezeknek az egymásra épülése eléggé világos, ha megnézed. És az ismérve ennek a négy csoportnak az, hogy önmagában elszigetelten egyik sem hozható szebb alakra. Tehát, hogyha valaki az egyéni karmáját meg akarja tisztítani, akkor a rögtön felvállalt magány, elszigeteltség, a másik három karma típus kizárása nem elég. Egyszerűen egy magányos ember lesz, aki vagy depresszióba megy, vagy átmegy valami mániába, de hogyha nincs darma és nincs tréning korábbi karmákkal, akkor az egyén fejletlen marad. Ugyanígy párkapcsolat. Hogyha az nincs egy csoportban szépen megjáratva, és nincs egy családi környezetben kidolgozva, akkor a párkapcsolat elképesztő pusztító erejű tud lenni. Vagy éppen nem jön úgy létre, hogy az tovább vihető legyen, vagy túl gyenge, vagy túl erős. És akkor az egyéneknek is dolgozni kell, a résztvevőknek, a családoknak is segíteni kell, és a többi. Csoportkarma. Helyes családi kultúra nélkül a csoportkarma sem lesz tiszta. Helyes egyéni gyakorlat nélkül a csoportkarma sem lesz megfelelő, nézd meg. A helyes gyakorlat az, hogy másoknak segítünk úgy, hogy eközben a saját fejlődésünk is megvalósul. A saját fejlődésünk nem képzelhető el mások aktív segítése nélkül. És ekkor kölcsönhatás alakul ki a négy nagy karmacsoport között, vagy karma osztály között. Átjárhatóvá válik az egész, és a maguk szabályai mindegyik csoportra érvényesek. Ezek nem változnak. De nincsenek falak köztük, hanem ajtók. És ezáltal megnézheted magadat egy párkapcsolat tükrében, egy család tükrében, milyen helyet foglalsz el benne, és a csoportban elfoglalt hely tükrében. Milyen ember vagy, amikor eljössz a szangába, milyen ember vagy otthon férként, apaként, Másik csoport, munkatársként milyen vagy, hogyha mondjuk egy nagy vállalkozásban dolgozol, és milyen vagy egyénként, hogyha mondjuk egyénileg egy önálló praxisod van, mondjuk egy doktor vagy, és rendelsz. Ezek a tükrök, ezek a különböző látószögek, ezek elképesztően fontosak. Enélkül nem tudunk letisztulni. Ez a régi monasztikus hagyományban úgy ment, hogy amikor az egyén belépett a csoportba, mert a párkapcsolat és családi karma szándékosan félre volt téve, akkor a csoportban nagyon alul kezdett, és szépen ahogy a tudata tisztult, a személyisége egyre jobb minőségű lett, úgy mehetett szépen fölfelé. És nagyon sok embertől nagyon sokféle visszajelzést kapott az illető. Tehát ha megnézel egy tradicionális koreai zentermet, hogy milyen struktúra van benne, akkor van legalább 6-8 olyan ember, aki téged napi szinten tud tanítani. És ezek elképesztő értékes beszélgetések. Tehát én három kiolcsétültem ültem tradicionális koreai zenteremben, és kialakult egy olyan viszony, ami így a, a testvériség helyes működése az én lelkemben, mert mindenki tisztelte azt a hierarchiát, ami ott működött, de senki sem élt vissza vele. Tehát nem voltak magas magasrangú leszólások, és nem voltak képmutató alázatoskodások. De mindenki tudta a helyét. Pillanatról pillanatra lehetett látni, hogy mi az, amikor ki van egyenlítve, mindannyian söpörjük a havat. Utána mindannyian teát iszunk. De a fiatalabbak elősöprik a havat, a középkorúak középen, és a legszeniorabbak hátul. Miért? Mert ők már 40 éve söprik. Én először voltam fönn Jönkészában, azt hiszem, 13 telén, kivételes mennyiségű hó hullott, 40-nél hagytuk abba a számolást, az majdnem minden másnap. Hótakarítás 1,1 kilométert le, 200 méter szint különbség, és ez valami elképesztően jó volt, hogy két kórhely a jobb, jobb oldaladon két koreai a bal öt hólapát, mint a dózer egybe, és téged kérnek meg, hogy vezényelj, azért, mert egyikük sem akarta a másik vezénylését elfogadni, de egy külfölditől igen. És megtanultam szépen koreai, hogy hogyan jobbra, balra, leborítjuk, egyebek, és ez nagyon érdekes volt, hogyha nem tisztítjuk le az utat, házfőnök nem tud lemenni vásárolni, két napon belül kiürül a konyha. Gondold el! Úgyhogy a hierarchiának működőképesnek kell lennie, és fordítsd meg, ahol működés kell, ott hierarchia is kell. Az infrastruktúra nem helyettesít semmit. Ez az egész, amit mi megépítettünk, ez egy személytelen valami, az intézményrendszerrel, az utakkal, vezetékekkel és az egyébben együtt, erre szükség van. De az emberi társadalmat, az emberi csoportot, a családot, az egyént nem pótolja semmi. És az egyén karmája a másik három nagy karmadobozban nagyon szépen ki tud tisztulni, és amikor eljön az ideje, akkor szóló elvonulás. Alapvetően 5-10 év kellett a szerzeteseknek, egy-két kivételtől eltekintve, mint például Szunkzászonyim, hogy hosszabb szóló elvonulásokra menjenek el, egyszerűen azért, mert előtte a karma vastagját érdemes lepajszerolni, csak utána lehet elvonulni olyat, hogy már ne a vastagjával kelljen foglalkozni, hanem egy kicsikét jobban működjön a szóló. Ugye az egyénnek nagyon nagy szerepe van, de ön erejéből nem tudja elvégezni a dolgát. Mennyire univerzális az zen? Mennyire tud mai lenni? Mennyire tudom én személyre szabni? Mennyi a kötelező ellen bennem, Mi az, amit kezelhetek lágyan az én szükségleteim szerint? a zen csak annyira univerzális, mint az ember buddha természete magyarul, mindenkinek alkalmas, mindenki idomulhat hozzá, a gyakorlat egy része, a formája minden hagyomány szerint kemény, magyarul be kell tartani, ez segít a véleményeidnek a lehántásában. Ez nem egy véleményfüggő dolog. Előtte és utána lehet arról beszélni, hogy te, hát ez az étkezési forma, ez tragikus, ez az első három nap. Utána hmm, megszoktam, most már tudom, hogy mikor kell fölállni teát önteni. És az utolsó két-három nap olyan, hogy hát ez a világ leggeniálisabb ételosztó szertartása, és igaz. Mennyire személyre szabható? Amennyire szeretnéd. Kivéve Coamprax is, mert az aztán nem személyfüggő. Viszont a te személyes karmád nagyon szépen megmutatkozik. Úgy, ahogy van. Én azt érzem, hogy a hagyomány sokféleségére tényleg szükség van, de a zen és ehhez hasonló minőségű hagyományok, mindenkit meg tudnak szólítani, és mindenki számára alkalmasak. De ez visszafele nem igaz. Tehát én, amikor több mint 30 évvel ezelőtt így keresgéltem jobbra-balra, voltak olyan irányzatok, amelyeket én az akkori tudatommal ábóvó elvetettem, és nem fogadtam volna el. És ezért kell ez az elképesztő sokféleség, hogy valahol mindegyikünk találjon valamit az út kezdetén, amit az ő pici énje át tud engedni a falon, amielőtt meg tudja nyitni a kis kapuját. Ez fontos, és ezért kell, ez az elképesztő sokféleség. Az pedig elcsépelt közsze, hogy minden valamire való hagyomány ugyanarra a hegycsúcsra megy föl. Igen, csak azért nagyon sokat kell lámmászni. Ahhoz tényleg komolyan kell gyakorolni, hogy a kelet és a nyugat olyan szinten összeköthető legyen, ami nem erőltetett, nem mesterkélt, nem érdekvezérelt, hanem tényleg egy szellemi közösség, egy szívbéli kapcsolat alakul ki, mondjuk a monoteisztikus vallások és a realizációs praxisok között. Ezt lehet, csak nagyon sokat kell érte dolgozni. És azt szeretném megkérdezni, hogy mi van olyankor, amikor az ember ilyen túl nagy amplitúdóval van napközben, úgy, hogy közben gyakorol, és közben a tengerparton szunszámestert olvas, és akkor hazamegy, és akkor egyszer csak ilyen nagy amplitúdók jönnek, hogy hogy a mélység és a magasság, de mindeközben meg tudatában van annak, hogy ez van. Tehát ez, ez történik most, és mégsem tud vele mit kezdeni. Azon gondolkozik, hogy most elfolytsa, tehát akkor betolom valahová, vagy pedig éljem ki és hagyjam, hogy folyjon, és csak figyeljem. Vagy, vagy, oh. Tehát nem jó alapvetően. Alapvetően nem jó érzés így lenni. Hát persze, hát a horvát tengerpart gyönyörű darmikus gyönyörűségéből visszajönni, az önkormányzattal szembeni műhelybe, és a karmikus húsdarálóba, hát ez nem utolsó dolog. Itt a transformáció gyönyörűséges képességére zenkör 270 fok. Erre van szükség. Tehát, hogyha nagyon jól gyakorol az ember, akkor a 180 fok, ez az övé lesz. És lényeg nélküli a tengerpart is, meg a gumiműhely is. És épp ezért lehet mind a kettőt megtölteni olyan tartalommal, amire szükség van. Meg tudja belül formálni a fantasztikus tengerből kijövő háromágú szigonyt, a homokba döfő Poseidon alakját, akinek a másik kezében ott van a darma könyve. És utána pedig szentséges alázattal hazajön, és elkezdi az abroncsokat görgetni a betonon, és centírozni őket a gépen, és megoldani mindazt a családi és csoportkarmát, ami alól éppen felmentést nyert két hétre. És erre mind szükség van. És ez mind lehetséges, mert át tudom transformálni magamat egyik szerepből a másikba. Mindenből. Mindenbe. És mindig meg kell néznem, hogy most mi a helyzet, most mi a kapcsolat, és most mi a teendő. Tehát Poseidont ott kell hagyni a tengerparton. Nem jöhet, nem fér be a szigonya műhelybe. És amikor az ember a tengerpartra megy, akkor egy kicsit azt a munkásembert, embert, azt a csévi polgárt, ugye, azt hagyja ott nyugodtan a lakásban, vagy felölti azt a szkafandert, amikor visszajön újra. Legyen csak egy jó családapa, egy férj, jó sofőr, védelmező, Beszerző, segítő, stb., akire épp ott és akkor szükség van a nyaralás közben. És ezek a szerepváltások fantasztikusak. Ezek nagyon jó, frissítőek tudnak lenni, és megmutatja azt, hogy mi mindenre képesek vagyunk. Úgyhogy ehhez kívánok további jó gyakorlatot és jó utat. Köszönöm. Szívesen. A karmánk ugye az előző életünknek, meg így minden cselekedetnek a következménye. Na de. Helyek közel, azért folytasd, igen. Igen. De hogyha a mostani az az előzőknek a következménye vagy kimenetele, akkor az első leszületés az, 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 az és hogy? Ezt a feledés könyörületes homája övezi, hogy azt a hibát hogy követtük el, hogy először fővettük ezt a skafandert, és annyira megszerettük, hogy újra aztán megszoktuk, és elfeledtük azt, hogy ezt hogyan lehet végül is szabadon menedzselni, és egyre több karma halmozódott fel. Minden leszületés az első leszületés. Fogd föl így, hiába van egy rakás identitása átizsákodban, amelyek ugye az arhetipusokon keresztül téged megszólítanak éjjel és nappal, álomban és ébrenlétben, csendben és beszédben, és dörömbölnek az ajtón, hogy csináld ezt, mondd ezt, érezd ezt, gondold ezt. Akkor is az első leszületés, az egyetlen leszületés, az ez. Ezért a zen az a kezdők szelleme. Ezt nem csak Shunyu Suzuki mondja így, ezt minden gyakorló így érzi, mert ebben a pillanatban van a múlt, a jelen és a jövő összes karmája. Nincs különbség. Minden inkarnáció ebből a szempontból ugyanaz. Teljesen mindegy, hogy mennyi karmát hoztál magaddal ide. Mit kezdesz vele? Hogyan veszed birtokba? Hogyan tapasztalod meg a lényegiségét, amely a lényeg nélkülisége? És utána hogyan alakítod át egy kicsit emberi balakra, hogy használjon magadnak és másoknak egyaránt? Minden élet az első élet. És így az utolsó is. Ugye beszéltél a hírdaltiáktól, amit én nagyon nehezen fogadok el, hogy, hogy ez így van, de most bekerültem egy olyan vállalathoz, ahol papíron én vagyok a hirdető legalján, mint uh, legalábbis. -e. Az milyen jó. És uh, hmm. ilyen felszabadult közösségben, egy a szangán kívül én még életemben nem voltam. Ugye volt egy párkapcsolatom, amiben meg azt éreztem, hogy így megfulladok. De így szó szerint a körgő roham rám jött, ahol viszont egyenlő félként kéne megmaradni. Tehát az a kérdésem, hogy uh, hogy lehet, ugye családcsoport egyén minden szinten megmaradni ott, ahol kell, hogy legyünk, és hogy abban elnyomás legyen, de működjön. Párkapcsolat az egy nehéz kenyér. Ha egyenlőséget akarsz egy párkapcsolatban, sose lesz. Ha elfogadod az állandó alárendeltséget, sose leszel teljesen boldog. Ha elfogadod az állandó fölérendeltséget, mert van, aki azt szereti, akkor sem leszel tartósan boldog. Találd meg a helyedet a párkapcsolatban. Tehát ez nagyon érdekes, hogy bizonyos kultúrák, azok a férfit és a nőt hova pozícionálják mondjuk tőlünk 400 kilométerrel keletre, 2000 kilométerrel keletebbre, 6000 kilométer, vagy éppen 8200 ekkor elértett Kóreát. Más és más szerepe van a nőnek és a férfinak kulturálisan. De valahol mindegyik megtalálja a helyét ezekben a kapcsolatokban. Tehát a konyhában épp akkor kinek van dolga. Ez előbb-utóbb kiderül. Az autót ki fogja takarítani, és vezetni, és szervizbe vinni. Ez is előbb-utóbb kiderül. Tehát ne egyenlősséget keres, hanem a helyedet keresd a kapcsolatban. És hogyha megvan az, amit csak te csinálsz, és csak a párod csinál, versus, akkor előbb-utóbb kialakul egy egyensúly, ami mellé nem kell címkét tenni, hogy most egyenlőek vagyunk, vagy alá vagy fölé rendeltek vagyunk. Találd meg a helyedet. Találd meg a tevékenységedet. Találd meg azt, hogy pontosan mi a dolgod, és mi a másik dolga. Ez egy hatalmas erény, hogyha a másikat hagyod, hogy tegye a dolgát, amit nálad sokkal jobban tesz, te pedig a sajátodat, és megköszönitek egymásnak. Na, az milyen jó. Ha erre a másik nem képes, akkor adj neki egy kis időt, lehetőséget, hogy megtanulja, aztán ha nem megy, akkor tegyenek kört. Magyarul el kell engedni, azt megnézzük, hogy visszajön-e. Megnéztem sok dolgokat beszédet. azt hittem, hogy értek valamit már ebből az egészből, de aztán most azt, ér azt érzem, hogy semmit. Hála légyen, hát ez oké, a jó. Oké. Sikerül újat nyújtanunk, most képzeld, hogy idejössz és unatkozol. Hát tényleg. Na hát. Ez előre fordulhat. Mondtad az elején, hogy leülünk ugye a tíznaposon gyakorolni, és ránk zúdul a karmánk. És, és, és itt ránk kömlik. Személyfüggő. Te most, most a legrosszabbat mondtam, ami történhet, hogy rád zuhan a karma, és meg vagy döbbenve. Van akire nem? Van, hát. aki három-négy napig ott üldögél, és a nirvanisztikus magasságokban szépen a felhők fölött egyenesen röpül, utána egyszer csak kifogy az üzemanyag, így... Bam! És ennek mik a konkrét jelei? Tehát honnan látjuk, hogy ez most a karmánk? Azt, hogy padlót fogunk azt feltételezem, azt tudom, hogy mi lehet a jele, de... Mik a jelei? Hát ez Elkezdesz ez az például érzelni, kételkedni. Az ez egy jó jele. Hullámvasút? Ez, 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 ez például? Hullámvasút sokféle lehet, itt hallottál amplitúdóról. A nagy amplitúdói hullámvasút akkor mintha leszakadna az arcod teljesen. Tehát a való világ hullámvasutaiban 3-4 géni, ha előfordult, az már tényleg hátra nyomja az arcbőrödet rendesen. De a karma hullámvasútjain végtelen számú g lehet, olyan vonzások, olyan taszítások, olyan belső fölcsúszamlások, hogy nagyon. A jele az, hogy egyre többet gondolkodsz, egyre több érzelem van jelen egyszer, egyre van tör föl a múlt, vagy aggóca jövő miatt, egyre instabilabb a jelenben való itt léted, egyre több a kétség, és akkor egyszer csak elér egy kritikus küszöböt, és akkor kell a formába kapaszkodni, mint Ariadné fonala. Meditációs formát azért tanítjuk, hogy testben, energiában, tudatban pontosan tud, hogy mit kell csinálni. Akkor, amikor ez a válsághelyzet megjelenik. Erre van tervezve az egész. Mert nincs olyan tisztulás, amely ne járna válsághelyzettel. Fordítsd meg, minden válsághelyzetből előbb-utóbb tisztulás lesz, mert nem akarjuk megismételni. Azt hiszem, értem. És itt, ha ugye gyakorlunk egymással találkozva egy közösségben, elég szűken is például a mosdóban, ami nem véletlenül van így szerkesztve valószínű. Nem volt több négyzetméter. Nem volt több négyzetméter. Még négyzetméter. ez is probléma volt, ugye? De nem tudtunk többet. Itt nem, első, nem. Itt első ez úgy a... kiszolgál. Igen? Itt elsősorban a, a csoport karmánkkal tudunk foglalkozni? Igen. Meg az üresség természetet éred el, főleg a vizes helységekben köszönöm. Szívesen. Van olyan, hogy valaki direkt létrehozza az életében a káoszt, amikor minden jó. Nagyon. Volt. Ó, te. Hát a és... harmonikus rendezett családi élettől, csoportos jelenléttől, vagy a megoldott egyéni problémáktól tudunk a leggyorsabban elidegenedni. Mert nincs benne esemény. És ezért elunyuk a jólétet. Nem becsüljük meg a harmóniát, és hirtelen ilyen hatalmas, nagy küzdő energiával belecsattanunk egy általunk megteremtett konfliktusba, ráfogjuk a másikra, és küzdünk az igazunkért. Azért, hogy legyen esemény, hogy tudjunk vérezni és véreztetni, hogy győzzünk és veszítsünk, hogy mi azok legyünk, akiknek lennünk kell. Hát persze. Hát amennyire szeretnénk a szenvedéstől megszabadulni egy szép vasárnapon, olyannyira szeretünk a hét hat napján küzdeni azért, hogy a teremtés, birtoklás és pusztítás hármas gyönyörűségét tapasztaljuk. Hát ebből van a szamszára összerakva. Nézd meg a tibeti kálacsakrát, oké? Okay? ott van a közepén három ilyen kis állatka, kakas, kígyó és disznó. Ez a téves nézetek, a dű és a kabzsiság. És utána vannak a létrétegek, különböző világok. Istenek, félistenek, emberek, állatok, démonok, pokollakok, valahol a buddhák és bótiszaták, és hogy forog ez a kerék, ez a hatalma, ha kállat, így tartja a fogában, és a két karmos mancsával az egészet, azért, hogy tud, hogy te ebben benne vagy, mert annyira szeretjük, annyira imádunk látni, hallani, szagolni, tapintani, ízlelni, Gondolkodni, megkülönböztetni, emlékezni, érezni, cselekedni és beszélni. ezt hívjuk szomnak, vagy létszomnak, tanhá, vagy tanyhá. Okay. Szánszritú. Ezért vesszük fel a testet újra és újra. Úgyhogy mi döntjük el, és hogyha túl sok a béke, és nagyon megszoktuk, akkor adjuk át másnak, mielőtt mi magunk ismét háborút kezdeményezünk, csak azért, hogy életérzés legyen nagyon nehezen bírható a teljes harmónia és a béke, mert ott mi nem vagyunk. Úgy érezzük, hogy miatt nem létezünk. Megfordítva csak a személyiséged egó rétegének a feloldásával tudsz békét tapasztalni, és egyévválást. És ez a harmónia néha elviselhetetlen, mert nem találod benne azt a megszokott önmagadat, amelyik addig ott kint harcolt, gyűlölt, szeretett, vágyott, és a többi. Na persze, hogy nehéz. Ha szereted a békét, és a megnyugvást, és a harmóniát, akkor segíthetsz ezt másoknak elérni. Hát benned megvan, akkor beléphetsz olyan konfliktus zónákba, ahol még nincs béke. És akkor segíthetsz abban, hogy ez meglegyen. A párom helyett kérdezem, minél többet csinálom a leborulásokat, annál empatikusabb vagyok. Így, hogyha társaságban vagyok, átérzem az összes embernek gondját, baját, nyűgít. Én meg hozzáteszem, szóval ez egy közös kérdés, én meg pont az ellentétje vagyok. Azt tudom, hogy az ellentétje vagy, mert rátok nézek, és ez világos. Most mi az ő kérdése? Mert eddig csak a kijelentésig jutottunk el. Igen. Ezt akarja enyhíteni, és valami módszert Az a jó hírem, hogy a leborulás meghozza azt, amire szükséged van. Hát eddig arról volt szó, hogy az együttérzés, belelátása a másik tudatával való egyévállás, ez a mellékhatása a leborulásnak. Viszont emellett, hogyha ezt el tudod engedni és meg tudod haladni, akkor ez a tiszta, térszerű, tükörszerű tudat is a tiéd, amely eredetileg semmit nem tartalmaz. Senkinek a karmája nincs benne. És megerősödik a tantiened. Tehát ez a belátás, rálátás, együttérzés, ez ugyanúgy, mint minden más jó karma, jó minőség, ez be is kikapcsolható. Nem vagy a rabja. Nem kell mindig mások tudatából az impulzusokat neked figyelembe venni. Az a kérdés belül, hogy miben segíthetek. És ez a kérdés fogja szabályozni, hogy mit látsz és mit nem látsz a másikból. Az nagyon fontos, hogy főleg a leborulás esetén, ami nagyon intenzív praxis, hogy a bóthiszatva fogadalmakat mondjuk el minden egyes leborulás után, amikor befejeztük a 400 vagy 500-at, és az elején vegyünk menedéket. Tehát mielőtt elkezded, érdemes a buthában, a darmában és a szangában menedéket venni, és miután befejezted, érdemes felajánlani a négy bóthiszatva fogadalommal. Miért? mert akkor a megfelelő motivációval kezdted, és a megfelelő szándékkal fejezted be. És ekkor nem fog rád ragadni az egész. Még a jó karma is teher lehet egy idő után. miért kell ezt nekem látom, hallanom, éreznem? Hát azért, mert nem tudod kikapcsolni. És hogyha visszatérsz a kezdőpontba, ahol még nincs semmi, vagy már nincs semmi, nézőpont kérdése, akkor ezek mind nem jelennek meg. Tehát az nagyon-nagyon kellemetlen, amikor a meditációs ülés közepette, még mindig mások karmájának az echoja ott van a tudatban. Erre már akkor nincs szükség. Amikor valakivel közvetlenül kapcsolatban vagy, beszélgetsz, közösen cselekedtek, jártok, egyebek, akkor erre nagyon-nagyon nagy szükség van. Igenis érezni kell, mi van a másikban. Gondolat, érzelem, szándékok, egyebek. Minél jobb minél tisztább a tudat, annál több átjön. És itt tud segíteni a másiknak. De ahhoz, hogy ez ne legyen kimerítő és ne pörögjön túl, ezt ki kell tudni kapcsolni akkor, amikor erre már nincs szükség. Ezért mondtam azt, hogy a miben segíthetek kérdés itt a vezérlő. Amikor már erre nincs szükség, mert épp ott akkor nem segít, akkor a túlpörgés gátló ezt szépen kikapcsolja, és visszatérsz a tücsök hanghoz, a beálló estéhez. Az egyre lankadó figyelemhez. Megköszönöm mindenkinek a ma esti kitüntető jelenlétet. Örülök, hogy ma ismét a darmával tudtunk foglalkozni. Kívánom azt, hogy mindannyian gyakoroljunk és érjük el a legmagasabb rendű felébredést, ezzel segítve másoknak és magunknak egyaránt.